jól kezdődött, na mindegy. Üdvözlök mindenkit, én Dorina vagyok a DPCZ-ből, és Zelám ma ismét nincs itt velem, de ne aggódjatok, már itt lesz a következő videóban. Na, a mai videóban, ugye tegnap felkerült egy videó, azaz hétfőn, jó van, nekem is valószínűleg. Hétfőn felkerült egy videó, amiben bemutattam a karácsonyi update programokat, ez itt látható a képen. Most nem fogom ismét bemutatni, csak annyit akarok mondani, hogy ebben a videóban, mint a címből is kiderül, elkezdjük a karácsonyi update programoknak a menetelét. Most ez úgy fog kinézni, hogy ugye az első pontunk, ami eredetileg vasárnapra volt tervezve, de ugye ezt már mondtam a tegnapi videóban, hogy sajnos késünk, ezért csak ma kerül fel ez a videó két nap késéssel. Ez az első karácsonyi tutoriál. Szóval most egy tutoriál videót fogtok látni. Már is mondom, hogy miről, és már is belevágunk, belekezdünk. De előtte még elmondanám, hogy képzétek el, nagyon jó az a hét, esküszöm. Ma felkelek, és képzétek el, hogy így, tudod, elkészültem, jó, megyek suliba, meg minden. Anyukám elment. Megyek, mondom, már csak befújom magam a parfümmel, aztán indulok is. Hát persze. Mentem a folyosón, azt egyszer csak megfordítottam a fejem, és úgy kirándult, mintha kiesett volna a fejem a helyéről. Nem bírtam mozgatni egyszerűen, se balra, se le, se jobbra, se fel, sehova nem tudtam mozgatni, és hát így itthon maradtam, elmentem az előbb a dokihoz, most jöttem haza, és kiírt két napra, hogy pihenjek, de értetek, az ágyban is úgy fekszek le, mint egy nyomorult, meg úgy megyek, hogy így felre fejjel, mert nem bírom mozgatni a fejemet. Tehát olyan vagyok, mint egy nyomorék. Szó szerint nagyon rossz érzés, ne képzeljétek el, milyen rossz érzés, de kenegetem meg minden, aztán már valószínűleg csütörtökre jó lesz, szóval már akkor megyek suliba. Szóval igazából nekem már csak két nap a suliból. Viszont ma délután még van egy angol vetélkedő, a suliba, szóval arra még el kéne lennem. Na mindegy. Szóval, ez volt a mai szitu. Szóval nagyon jól kezdődött a reggelem, és még most is nagyon-nagyon fáj. Szóval, ne képzeljétek el, milyen rossz. Na mindegy, de nem is ez a videónak a lényege, szóval kezdjünk, vágjunk bele ebbe az első tutoriálba. Na, egyébként ezeket a tutoriál videókat is én fogom készíteni, mert Zalán azt mondta, hogy készíthetem én. Na, az első tutoriálunkban egy videószerkesztő, videóvágó programról lesz szó, azt fogom bemutatni. Ez egy nagyon egyszerű, tehát nem az a profi, de mégis megfelelő. Tehát az ilyen kezdő videósoknak, mint mi, én is ezzel szoktam vágni a videókat, vagy ilyen haladó videósoknak, szerintem ez tökéletesen megfelel, mert minden benne van, ami kell. Ez az egyszerű, de nagyszerű Movie Maker nevű videóvágó program. Na, akkor kezdjük ott, hogy elsőnek is honnan töltsétek le. Ezt a linket meg fogom adni majd a leírásban, de ha beírjátok Google-be, hogy Movie Maker letöltés, és itt az elsőre kattintotok, akkor... Amúgy ezt az FPS izét kikapcsolom, hogy ne lássuk az FPS-t, szerintem. Vagy lássuk? Ó, lássuk azt, na. Igen, és akkor itt szépen az első ilyen kis lila gombra a letöltésre rákattintotok. Ez Windows 8-ra és Windows 7-re is megfelelően működik. Ez egy 2012-es változat, ez pedig a Windows Vista, ez egy régebbi, de szerintem ez tökéletes. Rákattintotok. És hoppá, most basszus. Na jó, még egyszer letöltöttem. De semmi baj, törölnénk is, ha megengedné. Nem baj. Majd kitöröljük. Semmi baj. Rákattintotok, elfogadjátok, letöltitek, telepítitek. Ez megvan körülbelül 2-3 perc alatt. Kész. Kiixelhetjük. És akkor nyissuk meg a programot. Így néz ki maga a program, ki lehet hozni nagyra is. Most nézzük nagyba. Na, jó. Itt felül, legfelső sarokba találhatjuk a kis jelét. A visszagombot majd, ha valamit csináltok és vissza szeretnétek vonni, illetve a előre gombot, tehát mégis szeretnétek visszavonni, ezt szerintem értitek.
Illetve a mentés funkció, rámentek és kikeresitek, hol szeretnétek menteni. Aztán van egy ilyen kis fülecske, bal felső sorokba, amire a rákattintatok, sok ilyet hoz ki, meg tudtok nyitni új projektet meg tudtok nyitni, ha már csináltatok egyet, és azt szeretnétek folytatni, mert nem fejeztétek be. Projektmentése másként, ezt szerintem mindenki érti. Filmmentése, ezek most még le vannak zárolva. Lehet beállítások, segítség, tehát az ilyen súgó, hogy mit kell tudni róla. Kilépés, ez kilép az egész programból, pedig most nem is akartam. Semmi baj, még egyszer beírjuk ide. Inni. Satöbbi, de ezek szerintem alap dolgok, ezt már mindenki tudja, megszokott. Felül a kék ikon mellett találtunk még 5 ikont. Kezdőlap, animációk, vizuális hatások, project és nézet. Nem indítottam el az időt, basszus. Na mindegy, hát nem tudom, szerintem egy 20-30 perces lesz ez a videó is. Na, de igyekszünk, csak a legfontosabb dolgokat mutatom meg. Kezdjük akkor a kezdőlappal. Balról jobbra haladunk, bal oldalt van ez a kis beillesztés ikonocska. Ha rákattintok, amit ugye legutoljára másoltatok, az beilleszti szépen nektek ide, de ide csak képet, szöveget, illetve videót tudtok beilleszteni. Mert hát ez egy videóvágó program, videószerkesztő. De ugye én most nem másoltam ki semmit, mert most kapcsoltam be a gépet, ezért nekem ugye most nem engedett bemásolni semmit. Aztán mellette videók és fényképek hozzáadása, ne, ez egy nagyon lényeges dolog. Ha rákattintotok, innen kiválaszthatjátok, hogy melyik videót szeretnétek betenni ide. Mondjuk én most kiválasztom ezt a gépen való vadvilágot, és ezen fogjuk tesztelgetni. Vadvilág. És akkor bemásoljátok. Na most, itt is van nektek a videó, láthatjátok itt a videó, tehát itt tudjátok szerkeszteni, illetve itt a kis képernyőbe mutatja, meg tudjátok állítani, stb. Hát a nagy képernyő, szépen nem kérünk többet belőle. Tehát ezt látjátok, hogy így néz ki. Igen, aztán, annyit még elmondok, hogy itt jobb alsó sorokban van ez, tudjátok kicsinyíteni, mint az ikonokat. Tehát ugyanolyan hosszúságú lesz a videó, csak hogyha mondjuk sok ilyen kis sorotok van, akkor ne kelljen tekergetni lefelé, hanem itt meg tudjátok így nyitni. Na mindegy, ez nem olyan lényeges. Aztán jobbra tőle zene hozzáadásra, rákattintotok erre, tudtok akár albumból kiszedni, akár zene hozzáadása az aktuális pontba, akár ilyen Vimeo-ról letölteni, keresését az interneten, stb. És bármilyen zenét be tudtok alárakni. Én például, nekem most még nincs semmilyen zeném. Szóval most nem rakok be alá, de csak rákattintotok, és majd mindjárt meglátjátok, hogy hogyan is fog ez kinézni. Aztán jobbra a webkamera videóképe. Ha rákattintotok erre, és van webkamerátok, nekünk nincs most webkamerám, ugye, mire gépen vagyok, akkor tudtok facecamet csinálni hozzá. Tehát az, hogy vagy pedig bevágjátok a egyik képpockába a fejeteket. Tehát tudtok videó felmételt csinálni webkamerával. Tudtok kísérő szöveget rögzíteni. Rákattintotok, és akkor, hogyha rákattintotok, hogy felvétel, akkor veszi a hangotokat, majd a leállítás, vagy ha nem szeretnétek mégse, akkor mégse. Na most csinálok egyet, hogy lássátok, hogy milyen lenne a zene is alatta. Na, sziasztok! Én vagyok, és itt vagyok. Na jó, ennyi elég lesz, nagyon nem lesz elég. De elég lesz, na mindegy, sziasztok! Na, és akkor ezt elmentitek, és már is be is rakta alá. És láthatjátok, hogy az képikon alatt itt van ez. Ugyanez van a zenénél, csak ilyen zöldbe. Itt van ez a hangsáv, ki tudjátok vágni, illetve ha rákattintotok, hogy kivágás, akkor kezdőpontját be tudjátok állítani, illetve a végpontját, tehát hogy meddig tartson ez a hang vagy zene. Igen, de át is tudjátok helyezni bárhova, hogy mondjuk itt kezdődjön, ne az elején. Tehát
Ez ilyen egyszerű. Pillanatfelvétel az szerintem nem olyan fontos, mondom, csak a legfontosabb dolgokat mondom el. Mellett a cím, ha rákattintotok, hogy cím, akkor kihoz egy a videó előtt egy ilyen fekete hátteret, és ide beírhatjátok mondjuk a címet, hogy bemutatja, DPCZ bemutatja, és ez olyan nagyon-nagyon menő, és akkor egyébként tudjátok változtatni így nagyba a betűszínét, betűméret, mindent tudtok, láthatjátok, itt mindent tudtok vele csinálni, akármit, azt is, hogy hogy jöjjön be a szöveg, láthatjátok, többféle módon is be lehet hozni a szöveget, láthatjátok, de szerintem magatoktól is rájöztök, körvonalméretet is, bármit, tehát itt mindent lehet szerkeszteni a szövegem. Itt a formátumban ugye most kihozott plusz kettő kis ikont. Na, aztán visszamegyünk ide, képleírás. Az azt csinálja, hogyha mondjuk rákattintotok egy képkockára és képleírás, akkor be tudjátok írni, hogy a szöveg felett menjen egy szöveg. Tehát a szöveg... Na, sziasztok! Én vagyok! Szöveg is, és ezt is különböző módon tudjátok szerkezgetni. Stáblista az pedig olyan, mint a cím, csak a végére teszi. Ide is beírhatjátok, hogy ki készítette, stb. Ez is egy fekete háttérrel fog megjelenni. Szóval, ja, így néz ki. Aztán megyünk tovább. A következő, hogy hogyan jelenjen meg a kép. Tehát lehet fekete-fehérbe az egészet, ilyen szépiába, lehet, hogy ilyen kockákba jöjjön be, majd mindjárt meglátjátok. Ha csak így ráviszitek az egeret, akkor már mutatja is. Na, sziasztok! De ha rákattintotok, akkor meg elfogadja. Nem kérek most zenét, köszönöm szépen. Ezt inkább viszont, na. Itt tudjátok forgatni a képkockát, vagy akár a képet. Tehát rámentek egy képkockára, és akkor tudjátok forgatni, hogy hogy legyen majd ez, stb. Ez nem olyan fontos, itt be tudtok lépni valami nézébe. De egyébként ne ijedjetek meg, hogyha letöltik a Movie Maker-t, letöltitek, nem tudok beszélni, akkor ez a Microsoft OneDriver is letöltődik, de ezzel nem kell foglalkoznotok, ez hozzájárul, de nem foglal semmit, szóval nem kell kitörölni. Na, ami még nagyon fontos, az, hát nem ez, tehát, hogyha rákattintotok erre ide, ezeken a különböző webhelyeken, akár Facebookon, akár YouTube-on is, rákattintotok, meg tudjátok osztani a videót egyből, tehát meg tudjátok egyből osztani, ki lehet választani a felbontás, stb., és meg is osztjátok, de most én ezt nem választom ki, jó. A legfontosabb, amire még én is a videózás kezdetekor jöttem rá, tehát ugye az az, hogyha mondjuk készítesz egy 20 perces videót, akkor az már azért elég nagy gigabájtos. Azt kell, hogy mondjam. Ó, bocsánat, ezer bocsánat. Na most, hogyha... És ugye... Mondjuk elmentitek, a Movie Maker-be beteszitek, és elmentitek. Az tény, hogy kisebb lesz a fájl mélete. Tehát ez azért jó ez a Movie Maker, mert ha beteszitek a videót, akár nem is szerkesztetek rajta, csak beteszitek, és ebbe elmentitek, akkor képzeljétek el, hogy leveszi a kép a videónak a fájl méretét, tehát sokkal kisebb lesz, ezzel már fel tudjátok tenni YouTube-ra. Viszont nem ilyen egyszerű ám, mert a Movie Maker egy olyan program, amivel, hogyha rámentek a YouTube-ra és a feltöltésre, és csak simán ezt a videót, így az elmentett videót behúzzátok, ki fogja írni, hogy nem engedi, mert ezt a file típust nem lehet használni, nem lehet ilyet feltölteni. Na és ilyenkor akadtam ki, amikor ilyet nem lehetett feltölteni. Na mondom, jó, oké, szuper, de gondoltam, hogy biztos lehet valahogy így átírni az izét, és hát sok keresgetés után megtaláltam ezt a menüpontot, hogy filmmentése. Ha rákattintotok, akkor kihozza, hogy akár le tudjátok menteni telefonra, Windows 7-re, Windows 8-ra,
de webhelyre is. Tehát Facebook, MySpace, Vimeo, YouTube. Na itt a YouTube. Rákattintotok szépen a YouTube-ra, itt nekem már ki van hozva, és elmentitek, és szépen elkezdi, úgyhogy mondjam, konvertálni, tehát nem csak, hogy kisebbé tenni a fájlt, hanem olyan fájl típussá tenni, amit már feltölthetsz a YouTube-ra. Attól függ, milyen hosszú, ha egy 30 perces, nekem azt ugye egy 20 perc alatt meg szokta így konvertálni, betölt, és kész is. Onnantól kezdve már behúzhatjátok ezt a fájlt a YouTube-ba, és már tölti is fel, tehát ez ilyen egyszerű. Tehát ez a menüpont nagyon fontos, és hogyha YouTube-ra szeretnétek feltölteni, akkor ez nagyon használatos, mert másképp nem is tudjátok szerintem sehogy ezzel a programmal. Na, akkor ezt a kezdőlapot ki is végeztünk, menjünk tovább az animációkra. Na, animációk között találtunk, itt szintén balról-jobbra haladunk. Amúgy remélem elég hangos vagyok. Látjátok, hogyha rámentek egy ilyenre, akkor megmutatja, hogy hogy is néznek ki. Tehát így jönne be a kép, ilyen különböző formákban láthatjátok. És ilyen sok forma van. Ha rákattintotok, akkor el is menti. Ez például nekem így tetszik. Na. Aztán, ezek nem olyan fontosak. Ez talán fontos lehet, de igazából erre még én sem értem rá, hogy mi lehet. Szerintem nem változtat semmit rajta igazából. Ezeket nem nagyon szoktam egyébként használni. Na de mindjárt, hát az animációkról igazából ennyit. Ezek nem olyan fontosok, ez már csak ilyen szépítés vagy csicsázásnak nevezhető. Na menjünk tovább a vizuális hatásokba. Vizuális hatások. Láthatjátok, hogy rámentünk, van itt fekete-fehér, ilyen fura, látjátok, tehát mindenféle színben, húrban, hatásban bemutatja nektek homályos, szóval rajz, nem is tudom. Szóval van itt sok-sok fajta, ilyen is, kockás, színes. Ezeket is lehet próbálgatni, ez is már ilyen kis szépítés, nem? Hát igazából itt csak ennyi van. Jó, most én kiválasztom ezt a homályosat. Jó, aztán project, megyünk tovább. Itt igazából a hangokat tudjátok igazából úgymond preferálni, tehát az, hogy a szöveget, amit mondasz alá, vagy a narrátor hangot kiemeli, ha arra kattintasz rá, akkor ez a szöveg, ez a kísérőszöveg, vagy akár a zene, vagy nem, aki csak a kísérőszöveg, akkor hangosabb lesz, mint a videó. Tehát, hogy azt emelje ki, hogy azért az figyelemfelkeltőbb legyen. De ha rámentek, hogy videó kiemelése, akkor a videót fogja hangosabbá tenni. Ha filmzene, akkor pedig a zenét, ha tettetek alá, illetve kiemelés nélkül is lehet ezt használni. Aztán másik, hogy milyen képkockában legyen, ez is nagyon fontos, széles vásznú, vagy pedig normálban lehet, így is lehet. Na, sziasztok! Attól függ, hogy szeretnétek. Én széles vásznú szoktam egyébként. Na, nekem az teljesen tökéletes. Na, akkor a következő pontunk pedig a nézetpont. Itt annyit lehet, hogy nagyítani lehet, tehát... Ha rámentetek, hogy nagyítás, még egy ilyet kihozott, láthatjátok. És akkor az arra nagyon mondjuk, valamire rászeretnétek, akkor így egy kicsit a kamera így belemélyed, tehát kinagyítja, vagy akár kicsinyíthetitek is, visszaállítani is lehet. Miniatűr méret, hogy milyen ikonok legyenek itt, tehát hogy lásd az ikonokat, nagy ikonok, én közepesbe szoktam használni, pontosabban kis ikonokba szoktam használni, de jó van. Teljes képernyős villámnézet, de ezt meg tudjátok ezzel is nyitni. Illetve hullámformák, az pedig, hogy mutassa el itt a hullámformákat, tehát hogy mikor hangosabb, mikor halkabb, mikor nem szólalunk meg, stb. Tehát ezt szerintem értitek. Aztán menjünk tovább a szerkesztésre. A szerkesztés is egy nagyon fontos dolog. Abban a szempontból, ugye ezt már mutattam, hogy... Ha rákattintotok ide a videóra, tehát itt nem is fogja engedélyezni, itt a háttérszint fogja csak engedélyezni, ezt beállíthatjátok nyugodtan szépen.
Tehát itt, ha rákattintotok a videó vagy a képnek a kezdetére, annyi, hogy akkor fogja megjeleníteni, és akkor használhatod ezeket a dolgokat. Ó, nagyon fáj a nyakam, anya. Nagyon fáj. Na, videó hangereje. Itt annyit tudtok beállítani, hogy a videónak ne legyen hangereje, legyen vagy ilyen közepes. Illetve azt, hogy a felerősítés vagy elhalkítás legyene. Tehát, hogyha mondjuk szeretnétek, hogy a végén ne halkuljon a zene, akkor ide a képkockához tekertek, és akkor elhalkítás, és mondjuk közepesen. És halljátok? Elhalkult. Szóval ez is lehetséges. De felerősíteni is lehet a hangot. Aztán sebesség az, hogy milyen gyorsan, tehát lehet lassítani a videót, lehet gyorsítani, ilyen rohadt gyorsan megy. Ezt figyeljétek, várjátok, figyelj. És ennyi volt. Ennyi volt. ez jó. De lehet ilyen lassítani is ilyen. És látszik, hogy azért jó. Na mindegy, sziasztok. Több képkocka. Hát igen, ez egy kicsit ilyen laggos lassítás. De a rendes, a normális. Sziasztok! Én vagyok! Na jó, menjünk tovább. A nagyon fontos dolog az a levágó eszköz. Ezt a DPCZ kezdete óta tudtam csak használni. Tehát én ezelőtt, amikor szerkezgettem csak egy hobbiból ilyen kis videókat, bocsánat iszok, akkor én nem tudtam, hogy vágjak mondjuk ki egy részletet. Na, ezzel a levágó eszközzel rákattintotok, és van ilyen két, itt a vonalsávon két ilyen nagyon szexi kis húziga, amit húzogattatok ide-oda. Na most, hogyha mondjuk azt szeretnétek, hogy ezt mondjuk innen szeretnétek kivágni ezt a kis nagyon cuki kis fókákat, akkor beállítjátok oda ezt, és ha mondjuk eddig szeretnétek, hogy legyen a videó, tehát csak a fóka legyen benne, akkor ezt is beállítjátok ide a megfelelő ponthoz, megnézhetitek, hogy akkor is nézhetek ki. És akkor konkrétan annyi fog kinézni, hogy levágás mentése, vagy akár mégse, és már csak ez a fóka. Sziasztok! És a hang is már csak ez lesz, mert ugye a hangot is vele együtt levágtátok természetesen. Na, sziasztok! Tehát, én vagyok. Ilyen egyszerű ez a levágás is, vagy akár ketté oszthatjátok a videót, az olyan, hogy... Tehát kettő képkockába hozza ki a videót. Na. Így bizony, de... hát a beállításoknál ezeket már megbeszéltük, a formátumot is. Na hát akkor szerintem mindent jó van, oké, jó, bocsánat, na. Azt a piú anyakam, na mindegy. Szóval, szerintem mindent megbeszéltünk, ami fontos, tehát használjátok egészséggel. Én nagyon ajánlom akár kezdő, akár haladó videósoknak, mert egyszerű, de mégis nagyszerű, tehát tudtok vele egy normális minőségi videót alkotni, és fel tudjátok tölteni YouTube-ra a filmmentés ikon segítségével. Szóval én nagyon ajánlom nektek, ha pedig már haladó videósok vagytok, akkor inkább valami profibb programot ajánlok, de én még egyenlőre ezt használom egészséggel. Ti is használjátok ezt egészséggel, a letöltési linket lent találhatjátok, de máshonnan is letöltetitek, de hát ez az igazi oldala, szóval innen a legbiztonságosabb. Azt kell, hogy mondjam, nem vírusos semmi, szóval egyszerű bele szerkeszteni. Hát ennyi lett volna akkor ez az első tutorial videó a Movie Makerről, és a jövőben lesznek még ilyen tutorial videók. Ha akarjátok, ha szeretnétek mondjuk, hogy mit mutassak be, tehát nem tudjátok, hogy kell kezelni mondjuk a Fraps-et, akkor én azt is bemutatom nektek szépen, csak írjátok le kommentben, és megpróbálom megvalósítani.
Ja, szóval, és ha tetszett, vagy segítettem, mert nem tudtátok eddig használni, akkor lájkoljátok, illetve ha van valami kérdésetek még ez a Movie Maker programmal kapcsolatosan, nyugodtan kérdezzetek, én felelek. Szóval lehet nyugodtan kommentálni és lájkolni, akár egy feliratkozást is nyomhatok, ha tetszünk. Na, már nem úgy, nehogy félreértsétek, de azt hisz nehogy, na, nehogy, na. És akkor, hát én ezzel búcsúzom, tehát ez lett volna a karácsonyi update programoknak az első része, és nem sokára érkeznek a többi finomságok is. Addig is, sziasztok!